Mi az, ami fontos számunkra? Ami igazán fontos. Mindannyian szeretnénk elég időt családunkra és barátainkra. Szeretnénk olyan világot, melyben mindenkinek jut elég ennivaló és tető a feje fölé. Tiszta levegő, tiszta víz, kiegyensúlyozott időjárás. Ez az, amit akarunk. De mi jut nekünk valójában? Az igazság az, hogy a legtöbb dologtól, ami tényleg fontos számunkra, távolabb kerültünk, mint valaha. Mi ennek az oka? A válasz egy szóval a gazdaság. Pontosabban a világgazdaság. A világgazdaságban az adóinkkal az óriás cégeket támogatják a helyi kisvállalkozások rovására. Nő a levegő szén-dioxid tartalma, kevesebb a munkahely, leépül a demokrácia. Ez mind a multik és a nemzetközi bankok malmára hajtja a vizet, de nem tesz jót az embereknek és a földnek sem. Ideje vennünk egy mély lélegzetet. Itt az idő, hogy megtisztítsuk fejünket a közgazdászok, politikusok és az úgynevezett szakértők halandzsájától. Ideje felfognunk a felfoghatatlanul egyszerű felvetést, ha a probléma a globalizáció, akkor miért ne fordulhatnánk az ellenkező irányba? Mi lenne, ha a helyi közösségeket és a helyi gazdaságokat támogatnánk inkább? Akárhogy is nézzük, a lokalizáció a nyerő. A lokalizáció csökkenti az egyenlőtlenségeket, csökkenti a környezetszennyezést, több és jobb munkahelyet teremt. Összeköt minket az élettel és egymással. És igen, még a klímaváltozásra is hatással van. És ami még ennél is jobb, hogy ez a folyamat már elkezdődött. Tehát mit tehetünk mi, hogy tovább segítsük ezt a folyamatot? Először is csatlakozzunk a mozgalomhoz, mely nemet mond azokra a gazdasági szerződésekre, amelyek egyre több hatalmat adnak a globális bankoknak és multiknak. Másodszor gyakoroljunk nyomást a politikusokra, hogy egyenlítsék ki az erőviszonyokat és ragaszkodjanak ahhoz, hogy az adórendszer, a támogatások és a szabályzatok, amelyek jelen pillanatban a nagy és globális multiknak kedveznek, inkább a kisebb és helyi cégeket támogassák. Harmadszor lépjünk be a helyi csoportok egyikébe, akik újjáépítik a gazdaságot az alapoktól. Tenni helyben, a világnak változásra van szüksége.